A bronz párharc első meccsén a vendégeknél pályára lépett a felnőtt válogatottal a B33-as világbajnokságra készülő Papp Klaudia is. Az első negyedet a hazaiak nyerték 9 ponttal, megadva ezzel a mérkőzés alaphangját. A második 10 perc is a Szegedé lett 2 ponttal, sőt a harmadik játékrészt is a tiszapartiak nyerték 6 ponttal. Az utolsó negyedben, amelyben le kellett cserélni a sérülést szenvedő, addig 25 pontot szerző Papp Klaudiát, a nyíregyháziak valamit kozmetikáztak az eredményen, de így is 11 pontos vereséget szenvedtek. A Szeged pedig 1-0-ra vezet a két nyert meccsi tartó párharcban. Nagyon kemény mérkőzés volt, fizikálisan rengeteget kivett, azt gondolom, hogy mindenkiből, illetve hát majdnem sérülés is lett a vége az irányítónk személyébe, ugye Dia egy olyan ütést kapott, illetve többet, aminek a végén már nem nagyon tudott felállni, így a negyedik negyedbe őt le is kellett cserélni. Most még egyelőre nézzük, hogy mit fog esetleg bírni a lába, vagy mit nem, de nagyon bízunk benne, hogy a visszavágón vasárnap fog tudni játszani. A center elmondta, az első meccsen is voltak győzelmi esélyeik, és azt is, mi szükséges ahhoz, hogy kiegyenlítsék a párharcot. Kevesebb kosarat kell, hogy kapjunk indításból, és a helyzeteinket jobban ki kell, hogy használjuk, mert voltak itt is akár kinti, akár középtávoli helyzeteink, amik sajnos nem úgy sikerültek, illetve több büntetőt is hibáztunk. Ha ezek a dolgok megvannak, én azt gondolom, hogy egyértelműen a mi oldalunkra billenhet a mérleg. A nyíregyházi kosársuli Szeged mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A harmadik mérkőzést, amennyiben szükség lesz rá, június 3-án rendezik Szegeden.